A Tech Together szerintem egy szenzációs ötlet, és az elkövetkezendő évek majd fogják igazolni ennek az ötletnek a szükségességét és a valós piaci igényekre való ráépülését. Itt tulajdonképpen minden olyan elem együtt van, ami a tehetséggondozáshoz, a jövő műszaki értelmiségének a felkarolásához, a minőségi piacra, a minőségi munkahelyekre való kerüléséhez szükséges. Azok a fiatalok, akik itt az elkövetkezendő 3 napon megmérettetik magukat, hát elegendő arra gondolnunk, hogy 8 egyetem és főiskola, 18 csapata, 180 hallgatója fog egymásnak, illetőleg a feladatnak gyűrközni. Határidőre kell elvégezni ezeket a feladatokat. Nagyon szigorú zsűri lesz. Nagyon fontos elem az is, hogy csapatmunkában végzik ezek a fiatalok a feladataikat, tehát gyakorlatilag muszáj összecsiszolódniuk. Hogyha ezeket úgy összetesszük, azt mondjuk, hogy csapatmunka, határidőre kell dolgozni, zsűrizik az embernek a munkáját, itt vannak a nagy autóipari cégek. Ez kérem szépen tulajdonképpen a valós gazdasági élet. Itt Mikroban, a Hung Expo-nak a területén, a Tech Together-nek a területén, gyakorlatilag a piacon, versenytársak között megmérethetik ezek a fiatalok magukat. És hát mindenképpen hangozzik el a tehetséggondozásnak a fontossága is, és én javasoltam itt az autopro.hu képviselőinek, vezetőinek, hogy érdemes lenne majd megvizsgálni ennek az ötletnek a határokon túl a magyar nemzetiségűek által lakott területekre való kiterjesztését is, hiszen vannak nagyon tehetséges műszaki, leendő műszaki értelmiségi fiatalok a Felvidéken, Erdélyen, Kárpátalján, és még sorolhatnám a többi területet is. A Magyar Nemzeti Kereskedőház szempontjából az export, és különösen a Kárpát-medence, a közép-európai export meghatározó jelentőségű. Talán néhány számot nem érdektelen és nem érdemtelen megemlítenünk. A magyar külkereskedelemnek a 34%-a Közép-Európában, a Kárpát-medencében történik. Magyarország exportpartnereit tekintve első helyen Németországot, második helyen Romániát és harmadik helyen Szlovákiát látjuk. Hogyha az autóipar szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor nagyon izgalmas a terület, hiszen egy olyan húzóágazattal állunk szembe Magyarország vagy akár Szlovákia tekintetében, ami a gazdaságnak a fejlődését meghatározza. Elég arra gondolni, hogy 100 000 embernek adnak munkahelyet az autóipari cégek, több mint 700 azoknak az autóipari vállalkozásoknak a száma, akik például a magyar feldolgozóiparnak körülbelül a 20%-át biztosítják, és hogyha már exportról beszélünk, akkor az is hangozzék el, hogy az autóipar adja a magyar exportnak a 20%-át is.